Kedves testvéreim, egész héten vigasztalásról beszéltünk. Ugye hétfőn arról a vigasztalásról, amit mi adhatunk valaki másnak, ha az bajban van. És utána négy különböző élethelyzetet néztünk meg. És kiderült, hogy bár az emberek mindig nehéz helyzetben voltak, Istennek volt vigasztaló szava, vigasztaló tanácsa az ember számára, amely által ki tudott mászni a nagy bajból. És tegnap is mondtam már, hogy az összes ilyen élethelyzetről nem tudunk beszélni. Egyszerűen ez túl sok lenne. És ezért itt a sorozat végén beszélünk inkább a vigasztalásról úgy, ahogy 450 évvel ezelőtt két fiatal teológiai professzor azt összefoglalta a számunkra a Heidelbergi KT-ban. Gondolom, sokan ismerjük a Heidelbergi KT-t, vagy teljes nevén úgy hívják, hogy katekizmus. És a KT, vagy katekizmus, az olyan műfaj, olyan írás, amiben kérdések és feleletek alapján tanítást adnak. Elsősorban a keresztény hitről, de régebben a görög filozófusok is használták ezt a módszert. Ugye Pláton rengeteg ilyen dialógust, párbeszédet írt le egy bölcs tanító és egy nagyon kíváncsi tanítvány között. Pontosan 450 évvel ezelőtt íródott a Heidelbergi KT-nk, azzal a céllal, hogy a lelkészek azt tanulmányozzák, és az iskolákban és a szószékről magyarázzák. Csak sajnos az évszázadok folyamán annyi maradt belőle, hogy ez kikérdezés lett. Ugyan ott van a vizsga anyag. A lelkész felteszi a kérdést, és rá kell vágni a megfelelő választ. De nem ezzel a céllal íródott a KT. Hollandiában még mindig kiadják az egyik szerzőnek a jegyzeteit, amit használt az egyetemen. Amikor lelkészekkel közösen kérdésről kérdésre megnézték ezt a KT-t. Tehát még a lelkészeknek sem kellett azt fejből tanulniuk, hanem arról szólt a tanítás, hogy mi van ebben a kérdésben. Akkor mondjanak ellene neki. Próbáljatok olyan érvet találni, amit az emberek mondanak, hogy az miért nem lenne igaz. És utána találjátok meg azokat az érveket a Bibliában, amelyek mégis alátámasztják ezt a párbeszédet. Erre való a KT. Azt úgy kell olvasni, mintha egy nálunk okosabb és kíváncsibb, elkötelezett ember valóban meg akarja érteni, hogy miről szól a keresztény hit. És egy lelkileg teljesen érett, sok élettapasztalattal rendelkező tanító adja rá a választ. De mi csak fültanúk vagyunk. És nekünk az a feladatunk, hogy megértsük ezt a párbeszédet. És nem is mindig olyan könnyű. Mert olyan dolgokra kérdez rá az okos tanítvány, ami nekünk úgy első olvasásra nem is tűnt föl. Aztán kiderül a válaszból, hogy ez mégis egy fontos kérdés volt. Én a legtöbbet olyan embertől tanultam, aki ugyanúgy viselkedett. Aki két hetente, három hetente eljött hozzám, és azt mondta, Márkó, valamit olvastam a Bibliából, nem értem. Mondd el nekem, hogy ez hogy is van. És próbáltam neki elmagyarázni, és akkor a harmadik mondat után azt mondta, állj, ezt most nem értem. Mondd el még egyszer, de egyszerűbben. És amikor szakszavakat kezdtem használni, ugye kegyelem, akkor azt mondta, állj, ez mit jelent? Ír körül, hogy az a szó mit jelent. És nagyon nagy bajban voltam, sokszor. Ő azért járt hozzám, hogy tanuljon. Aztán én lehet, hogy tanultam a legtöbbet. Ez a kíváncsiság, az legyen bennünk. A kíváncsiság az Isten igéje felé. És amikor valamit nem értünk, keresünk egy embert, aki tud ebben segíteni. Itt kéznél van egy, akinek az a szakmája. És milyen boldog lenne a tiszteletes úr, ha a hétfőtől péntek estig óránként szól a telefonja,
Tiszteletes úr, ezt olvastam az igében, nem értem. Mondd el, bajban is lenne, mert ugye mással nem tud foglalkozni, de azt mondom, boldog lenne. Abban 100%-osan biztos vagyok. Hát ilyen gyülekezetre vágyik minden lelkész. Tehát a Heidelbergi K.T. első kérdést, feleletét szeretném felolvasni, ami benne van az énekeskönyvben. Tehát mindenki előveheti, ha akarja. Akkor ugye a himnusz után van még némi szöveg, először a 10 parancsolat, utána az Úri Szent Vacsora szereztetési igéje, egy-két imádság, apostoli hitvallás, és utána ott van a Heidelbergi K.T. első és második kérdése. Ugye? És akkor nézzük meg az első kérdést, feleletet. Tehát az okos tanítvány, lehet, hogy a nálunknál is okosabb tanítvány feltesz egy kérdést a lelkileg érett tanító mesternek, és azt akarja tudni, hogy mi a keresztény hit alapja. És ezt a kérdést teszi föl. Micsoda te néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? És a tanítómester válaszol, az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyi atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért ő, szent lelke által, az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. És akkor alatta ott vannak az igék. Ugye, hogy ez nem egy kitalált válasz, hanem össze van rakosgatva több bibliai igéből is. És akkor a testvérek már szerintem sejtik, hogy akkor mi lesz a házi feladat holnap délutánra, ebéd után, amikor már elmúlik az a jó érzés, hogy a gyomrunk nyomja a szívünket, amikor ez az érzés elmúlik, érdemes ezeket az igéket megnézni. Hogy hol is van ez a Bibliában, és hogy is mondja a Biblia pontosan. De ugye itt van az összefoglalás. Az okos tanítvány azt akarja tudni, hogy mi a hit központi igazsága. És akkor azt a kérdést teszi föl a tanárnak, micsoda te néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. És ugye, ez már önmagában érdekes. Most éppen mondtam, hogy maradjon meg bennünk a kíváncsiság. Miért a vigasztalásra kérdez rá a tanítvány, amikor azt akarja tudni, hogy a tanítómesternek, a tanítómester hitének mi az alapja. Mert ugye, amikor vigasztalásról van szó, akkor talán az alapkép, ami beugrik nekünk, az az, hogy gyerekként belebotlottam a lépcsőbe, vagy elestem, fáj a lábam, megyek anyjúhoz, aki ugye ölelget, puszilgat, és már nem érzem a fájdalmat. Úgyhogy alap esetben nekünk az a vigasztalás. Vagy felnőtt fejjel, hogy egész héten bántott a főnök, nagyon rosszul érzem magamat már péntek este, ezért szombat reggel megyek a kecskeméti malomba, veszek egy új cipőt magamnak, vagy ha nem vagyok nő, új kütyűt veszek magamnak, utána sütizünk egyet, bár nem jó a testemnek, mert nem lenne jó a cukromnak, de hát egyszer azért. Nem, így vigasztaljuk magunkat. Valahogy hogy a fejünkben az van, hogy a vigasztalás az azt jelenti, hogy jó érzésekkel agyon kell ütni a rossz érzéseket. Ez annyira benne van a közgondolkodásban, hogy ugye, amikor a háziorvos tudja, legalább én hallottam már ilyen történetet, hogy valaki elvesztette a férjét, az özvegynek éppen a háziorvoshoz kellett mennie,
és a házi orvos úgy szörmentén azt mondta, hogy hát akkor fölír egy gyógyszert arra is, hogy ne érez olyan rosszul magát az özvegy. Tehát gyógyszerrel agyon csapják a gyászt. Gyógyszerrel akarják lenyomni a rossz érzéseket, mintha az lenne vigasztalás. Ugye ez már régi módszer igazából, ugye korábban erre nem gyógyszert használtak, hanem alkoholt, ugye a búfelejtőben. Ott is próbáltak valamivel agyon csapni a rossz érzéseket. Mert mindenki tudja, hogy amikor elmúlik az itóka hatása, amikor elmúlik a gyógyszer hatása, amikor megemésztettem a sütit, és otthon ülök, és visszagondolok arra, hogy hétfőn újra be kell menni a munkahelyemre, akkor valahogy ez a rossz érzés mégse tűnik el. Tehát igazából ez nem vigasztalás. Nem vigasztaltam meg magamat egyáltalán, csak próbáltam a rossz érzéseket jó érzésekkel egyensúlyozni, vagy agyon csapni, vagy ahogy sikerül. De mégse ez a vigasztalás. Mégse ez az igazi vigasztalás. Vigasztalás az, amikor az életemben ott van állandóan egy el nem múló jó dolog, amely akkora nagy örömöt okoz nekem, hogy azt az összes velem történő rossz dolog sem külön-külön, sem együttvéve soha nem tudja legyőzni. Még egyszer. A vigasztalás az, hogy van egy életemben, az életemben állandóan soha el nem múló jó dolog, és az a jó dolog olyan nagy örömöt ad nekem, hogy a rossz dolgok, amelyek ott vannak az életemben, sem külön-külön, sem együttvéve nem tudják elvenni tőlem azt az örömöt. Tehát a vigasztalás az, hogy két dolog van az életemben. Ott van egy nagyon jó dolog, állandóan el nem múlik, egy szilárd alap, amely olyan erős tartást ad nekem, hogy amikor valami rossz történik velem, és ugye fognak rossz dolgok történni velük, amikor valami rossz történik velem, akkor a rossz dolognak a szemébe merek nézni. Akkor merem mondjuk a gyászt komolyan venni. Merek a gyásznak terepet adni az életembe. Nem félek attól, hogy engem fog agyon csapni. Nem leszek depressziós, mert mellette ott van még valami más az életembe, ami tartást ad nekem. Ha agyon csapjuk a rossz érzéseket valamivel, majd valamikor visszajönnek. Amikor elnyomjuk a gyászt, az valahol megtalálja a helyét. Vagy gyomorfekében, vagy magas vérnyomásban, vagy valahol máshol. De ha van az életemben valami más, amit nem tudok elveszíteni, amely tartja a hátamat, akkor merek. Akkor nem félek. Merek sírni. Akkor merek teret adni a fájdalomnak. És akkor fel tudom dolgozni. Egy bő másfél évvel ezelőtt megszületett az első gyermekünk. Az első kislányunk. És 6 órával később meg is halt. Genetikai rendelleneség volt az oka. De mi úgy voltunk vele, hogy nekünk nincs jogunk életről és halálról dönteni. Tehát a feleségem kihordozta a gyereket, császárral hozták, mert már nagyon gyenge volt, 8,5 hónaposan a terhességben, és 6 órával később meg is halt. És én ismerek embereket, akik abban teljesen tönkrementek.
Kaptunk telefonokat emberektől, akik próbáltak bennünket megvigasztalni azzal, hogy hát a kislányunk most biztos jó helyen van. Legyünk teljesen őszinték, arról nagyon keveset tudunk. És ha az én lányom jó helyen van, akkor az azt jelenti, hogy nekem nem fáj, hogy nincs itt. Akkor én ne sírjak. Igazából ez bolondság. Ez nem is vigasztalás. Én temettem el. És ott a koposó mellett. Erről beszéltem. Én nem félek a gyásztól. Én nem félek a fájdalomtól. Én nem félek a haláltól sem. Mert van valami az életemben, ami tartást ad, ami gerincet ad, ami annyira biztos és annyira jó, hogy ahhoz képest, és ezt értsétek meg jól, ahhoz képest nem fáj, de csak ahhoz képest. És mi az a nagy jó? Az az a nagy jó, amiről itt a mester beszél. Mi az egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyi atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Mi az a nagy jó a hívő ember életében? Nem vagyok a magamé. Nem kell magamért helytállni. A bűn ellen, de még a halál ellen sem. Nem kell magamért helytállni, mert valakié vagyok. Valaki, aki annyira szeret engem, hogy a saját vérét adta, hogy engem az övé tegyen. Akinek mindene megvolt a mennyi dicsőségben. Aki nem kapta az életét, ahogy én, használatra, hanem aki az élet. És emberi formát vett fel, és önmagát adta a halálnak. Lehetőséget adott a halálnak, hogy az életet, értitek, az élet forrását tegye tönkre, ha megteheti. De nem tudta. A halál beledöglött abba, hogy próbálta megölni az életet, az Úr Jézust. Az Úr Jézus önmagát adta. Legyőzte a sátánt, legyőzte a halált. És felkínálja nekem, felkínálja minden embernek azt a biztos alapot, hogy nem az enyém, nem a magamé vagyok, hanem az övé, aki rendezte a bűn tartozást az Isten felé, aki megvéd engem a sátántól, aki örök életet ad nekem, ami most elkezdődik a hívő életemben, majd folytatódik a feltámadás és az utolsó ítélet után. Az övé vagyok! És amikor valami nagy baj történik az életemben, nem nekem kell megoldanom! Nem nekem kell megvívni vele, hanem hozzáfutok, sírva, ha kell.
fájdalommal, ha az van. Uram, nem értem, de igazából mindegy, nagyon fáj, ami történik velem, de tudom, hogy ez a világ nincs rendben. Én tudom, hogy itt sok szomorúságon át kell menni. De olyan jó, hogy te vagy nekem. Van valaki, akihez merek hozafutni. Mert tudom, hogy tárt karokkal vár. És mivel ő ott van mögöttem, merek szembenézni a halállal. Ha ő nem lenne ott, akkor nem. Akkor nem. De mivel ő ott van mögöttem, simogatja fejemet úgy hátulról. Nem kell félni, itt vagyok. Ezért merek szembenézni a rosszal, de merek teret adni a gyásznak. Merek teret adni a fájdalomnak, mert nem fog engem agyon csapni. Nekem olyan szomorú, hogy néha-néha a hívő ember azt gondolja, hogy ez a kérdés arról szól, hogy a hívő ember nem lehet szomorú. Mert ugye van nekünk vigasztalásunk. Éppen ezért úgy kezdtem, hogy a vigasztalás az nem az, hogy eltűnt a rossz érzés. A vigasztalás az, hogy a rossz érzések, a gyász, a fájdalom mellett ott van a szilárd alap. Az Úr Jézusé vagyok. Hozzám megyek, és neki lesz jó szava hozzám. Neki lesz tanácsa hozzám. Ő belülről majd megerősít engem, hogy a saját lányom temetésén meg tudom tartani az igihirdetést. Most írnám, azt már nem vállaltam most a bonyhádi lelkészünk, mert attól tartottam, hogy akkor már tényleg nem tudok semmit sem mondani. Hát úgy is lett. De nem félek a sírástól, még a sírásástól sem. Nem félek a sírástól, amikor ott állok. És nem félek attól, hogy most is el tudom azt mondani, hogy rossz tudni, hogy az első lányunk nincs velünk. Azt majd bepótoljuk a feltámadás után, mert azért az a biztos reménységem van, hogy az Úr Jézus gondoskodik a hívő szülők gyerekeiről. Majd ott bepótoljuk, lesz rá időnk. De akkor most mégiscsak rossz. És akkor most rossz hívő vagyok? Mert valami szomorú dolog van az életemben? Nem. Ott van az igazi vigasztalás. Nem fogunk mindig választ kapni a kérdéseinkre. Uram, miért én? Miért én kerültem ebbe a helyzetbe? Miért az én lábam fáj? Miért ez vagy az a bajom, betegségem? Nem fogok mindig rá választ adni. Talán nem is lenne jó, ha tudnánk a választ. Az Ószövetségben Jób könyve éppen arról szól, hogy rossz dolgok történnek egy hívő emberrel, és nem érti miért. És meg akarja tudni. És Isten nem mondja el neki. De mi tudjuk? Mert az első két fejezetben a Szentíró leírta nekünk, hogy Jób miért szenvedett annyit. A paradicsom kertben a sátán megkísérte az embert, hogy hagyja el az Istent. Ez úgy is lett. Jób könyvében a sátán megkíséri az Istent, hogy hagyja el az embert. És akkor majd meglátja az Isten, hogy akkor a hívő ember is hátat fordít Istennek. És Isten azt mondja a sátánnak, majd meglátod. Ha Jób tudta volna,
hogy Isten valamit meg akar mutatni a sátánnak az ő életén keresztül. Talán nem szállt volna el egy kicsit? Magától? Hát azt gondolom. Ezért nem mondta el az Isten. Jó, soha nem tudta meg, hogy miért történt olyan sok baj az életével. De egy dologban ő biztos volt. Bármi rossz van, a mennyben ott az Isten, akihez fordulhatok, akinek elmondhatom a panaszomat. Aztán egy kicsit túlzásba vitte, és akkor a végén Isten Jóbot helyre teszi, hogy feltehetted a kérdéseidet, de nem biztos, hogy mindegyikre fogok választ adni. Lehet, hogy úgyse érted meg. Értitek? Nem tudjuk mindig, hogy ez vagy az a rossz dolog miért történik velünk. Lehet, hogy nem is tartozik ránk. Lehet, hogy semmi közünk hozzá. Ha majd még a feltámadás után is kíváncsiak vagyunk rá, akkor majd megbeszéljük az Úr Jézussal, hogy is volt az. Az is lehet, hogy akkor nem lesz olyan fontos. Nem a fontos kérdés az, hogy milyen okból. A fontos kérdés az, hogy kezelem. És ha egyedül akarom kezelni, talán azért vagy azért, mert még nem bízom úgy az Istenben, ahogy kellene, vagy azért, mert nem tudom elképzelni, hogy Isten ebben a helyzetben tud segíteni, vagy valami másért, amikor azt gondolom, hogy hát ezt nekem kell megoldanom, majd én nekem kell ezzel megbirkóznom. És nincs az a szilárd alap. És nem találjuk meg a vigasztalást. Akkor nagyon mélyre kerülhet az ember. Akkor a végén mindenben láthatja talán az Isten büntetését. Akkor a végén már talán el se hiszi, hogy Isten jó, és jót akar vele. De ha hívő az ember, és a bajban ragaszkodik a hitéhez, akkor más a helyzet. Én azt szoktam így rövidesen mondani, hogy a hit az azt jelenti, hogy hallgatni Istenre teljes szívből. Ugye? H-I-T. Nem hallani az Istent, mert ugye, azt sokan csinálják, hanem hallgatni Istenre. Tehát ő mond valamit, próbálom megérteni, igyekszem megtenni. Hallgatni Istenre teljes szívből. Az a hit. Ha ezzel a szándékkal fordulok az Úr Jézushoz. Úr Jézus, én ezt a vigasztalást szeretném az életemben. Én ezt a biztos alapot szeretném az életemben. Ő nem fog bennünket elutasítani, hanem segíteni fog nekünk arra, abba, hogy lépésről lépésre megértsük az Isten igéjét. Ugye nem azonnal fogjuk megérteni, de lépésről lépésre vezetni, segíteni fog nekünk az ígérdetések, a gyülekezeti élet, a bibliaórák által, hogy egyre jobban értsük meg, hogy mi mit gondolunk rosszul, és helyette mit kellene gondolkodni, és ha a gondolkodás már sikerül, akkor mi az, amit rosszul tettünk, és mi az, amit helyette kellene megtenni. Ugye ez a keresztény élet. Hallgatni Istenre. Kérni az ő tanácsát, igénybe venni az ő segítségét, amelyet a gyülekezeten keresztül is ad, és utána a valóságban igyekezni megvalósítani. Mert ugye a puding próbálja az evés. A mindennapi életben derül ki a hitünk szilárdsága. Többek között ezért engedi Isten, hogy történnek rossz dolgok hívő emberekkel. Akkor derül ki a feszült helyzetben,
a szorult helyzetben, a bajban, akkor derül ki, hogy kihez fordulok? Megint magamhoz? Vagy az alkoholhoz? Vagy az Istenhez? Tehát magyarul, hol keresem a vigasztalást? És a legnagyobb ez a kérdés természetesen akkor, amikor szembenézünk a halállal. Amikor rossz hírt kapunk az orvostól. Vagy amikor magunkon veszük észre, hogy velünk is az fog történni, ami minden emberrel. Mi ott derül ki igazából, hogy mi az igazi vigasztalás. Mibe vagy kibe kapaszkodok bele az utolsó pillanatban. Anyai nagyapám presbiter volt Rotterdamban, egy református gyülekezetben, és az ő körzetében egy asszony a halálos ágyán feküdt, meghívták a lelkészt, de a presbiter is ment a lelkésszel együtt vigasztalni az asszonyt, beszélni vele. És beszéltek arról, hogy megvan neki ez a vigasztalás. Hogy ő megbízik az Istenben, hogy az Úr Jézus át fogja őt segíteni a halál árnyékának a völgyén. És valahogy a lelkész úgy érezte, hogy itt valami van, valami nem stimmel. És azt kérte az asszonytól, hogy imádkozzanak közösen. És az asszony azt mondta, hogy jó, imádkozzon a tiszteletes úr. És a lelkész úr azt mondta, hogy hát akkor tessék összetenni a két kezét, úgy a paplan fölött, és akkor imádkozzunk. És az asszony azt mondta, két keze a paplan alatt volt, és azt mondta, hogy nem lehet így imádkozni. És a lelkésznek azt mondta, hogy hát kérem szépen, mi nem így szoktunk imádkozni. Kérem szépen, hogy tegye össze a két kezét, és így imádkozzunk. És az asszony nem volt hajlandó összetenni a két kezét. És nem értették meg. És egyszer csak a lelkész megelégelte a helyzetet, és fölütött a paplant. És kiderült, hogy az asszony két kezében ott volt az aranya. A két kezében ott volt az arany, amit összegyűjtött sok-sok év alatt. A fejével azt mondta, hogy imádkozzunk. A testével belekapaszkodott az aranyba. És nem tudta elengedni. Már nem is tudom, hogy nagyapám ezt mikor mesélte el, de ez a kép az bennem maradt. Milyen sokszor vagyunk így? Milyen sokszor vagyunk így, hogy az agyunkkal azt mondjuk, hogy én az Istenbe bízom. Vagy egy vallásos összejövetelen. Mondjuk azt, hogy én az Istenbe bízom, aztán a mindennapi életben mibe kapaszkodunk bele? Akkor tényleg az Istenbe kapaszkodunk? Vagy a kezünkben van valami más, és ezért nem tudjuk összetenni? Összetenni a kettőt? A vigasztalás az, amikor üres a két kezem. Üres a két kezem ahhoz, hogy bele tudjak kapaszkodni az Úr Jézusba. Abba a hősbe, aki legyőzte a halált, aki az ő szent lelkével segít ellenállni a bűnnek, aki a hívő embernek adja az örök életet, amely a hívő életbe kezdődik, és a feltámadás után, és az utolsó ítélet után az új földön beteljesedik. És akik ezt belülről ismerik, azok nem vágynak vissza abba az időbe, amikor még kétfelé sántikáltak. Akik teljes szívvel az Úr Jézushoz fordultak,
azokon látszik, hogy valahogy, valamiért nem fog rajtuk a rossz. Bár lehet, hogy nagyon rossz az egészségük, bár lehet, hogy gyereket vagy házastársat elveszítettek, és mégis megvan bennük az a valami. Na, ez az a valami, hogy nem a magamé vagyok, hanem az Úr Jézus Krisztusé, aki megvet engem, és aki gondoskodik rólam. Ezért bármilyen nagy bajba vagyok, nem tudok más vigasztalást ajánlani senkinek, csak ezt. Két kézzel belekapaszkodni az Úr Jézusba, és megbízni abban, hogy ha ápolom a vele való kapcsolatot, imádságától, bibliaolvasás által, a testvéri közösségben, növekedni a hitben, és megmutatni a mindennapi életben, hogy mit tanultam, akkor lépésről lépésre, napról napra, évről évre, egyre jobban ismerem meg az Úr Jézust, egyre jobban látom az életemben az ő kezét, és amikor beüt a krach, mert valamikor beüt, meg fogom tapasztalni ezt a vigasztalást. Ha valaki még nem tette volna az életét az Úr Jézus kezébe, tegye meg még ma, imádságban, egyszerűen, őszinte szavakkal. Mert ez a vigasztalás. Amen.